Ez a nagy esemény akkor történt, mikor a papok éve bezárult. Mikor elindult reményekkel a teli szívvel komáromi gimnáziumba, és onnan az érettségi után a győri szemináriumba, ott is hűségesen tanult és jelesre vizsgázott. A diakónus szentelésen Győrbe ott voltunk 2009. június 19-én. Ennek az eredménye e szép hivatás lett áldozóknak. Szívből gratulálunk, a Jóisten áldja és vezesse lépteit, és a szűzanya oltalmazza egész élete során erőbe, egészségbe, hogy tudja terelgetni az önre bízott nyájat. Köszönetet mondok a kedves szülőknek, akik felnevelték és segítették, hogy elhatározott úton célba is érjen, a Jóisten áldja őket. Köszönet a tisztelendő atyáknak, akik plántálták erre a szép hivatásra, hogy ma itt ünnepelhessünk mindnyájan. Köszönet mindenkinek, aki bármivel segített önnek. A mi imáink és kéréseink is Jóistennél és a szűzanyánál meghallgatást nyertek. Szeretettel köszöntjük, gratulálunk a galántai hívek, a Rózsafüzér Társulat és minden ismerős és jó barátja. Fogadja szeretettel ezt a pár szál virágot. Isten áldja. Hála neked, hogy odaadtad magát.
Testvérem Éva, kedves Éva, neked is szeretném megköszönni, hogy ha kellett, te mindig ott álltál mellettem. És köszönöm, hogy megtapasztalhattam a gyakran emberi erőket meghalló segítségedet. Köszönöm szépen. A Jóisten fizessen meg neked százszoros kegyelmével. Kedves Fogadó, nektek a nyitottságot szeretném megköszönni, hogy akár a gyakori telefonhívások vagy látogatások alkalmával mindig nagy szeretettel érdeklődtetek felőlem. Külön szeretettel gondolok itt a kitelepítettekre és leszármazottaikra, akik ma együtt ülnek ünnepelni velem Bonyhával és Tolnával és Baranyával telepítették őket 60 évvel ezelőtt. Köszönöm nektek, kedves fogadóim, hogy elhalmoztok engem a ti szeretetetekkel. Főtiszteletű megyéskiskopok, önnek is köszönöm, hogy éppen ma 6 évvel ezelőtt felvett kispapjai közé befogadott, és a 6 év alatt újra és újra megbízott és megbízik bennem. Köszönöm szépen a áldozó papság nagy ajándékát, a Jóisten fizesse meg önnek a szőszeretetét. A hála szava szól a félvárosoknak is, Józsa Attilának. Igaz, hogy még csak egy éve van Galántán, de kezdettől fogva szívén viselte hivatásomat, és köszönöm az ő segítségét az újmise megszervezésében. Nagy szeretettel gondolok továbbá, volt plébánosaimra, Szakál László atyára és Csomor Gyulára. Kedves László atya, köszönöm, hogy 5 éven keresztül atyai szeretetével bátorított és támogatott engem. Isten fizesse meg. Kedves elöljáró atyám, nagy szeretettel gondolok vissza az elmúlt 6 évre, bár nem volt mindig könnyű, de hiszem, hogy a Jóisten alakít minket, és az ő útjai, hogy a mi görbe útjaink az ő egyenes útjai is. Köszönöm önöknek, hogy megtapasztalhattam a törődő atyai szeretetet. Külön köszönöm rektorunknak azt a sok bátorítást, a sok beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Németh Gábor mostani prefektus úrnak és Bognár István volt prefektus úrnak is az iránta tanúsított bizalmat. Nagy szeretettel gondolok vissza tanáraimra is, hiszen példájukkal, tudásukkal és vidámságukkal sokat segítettek nekem. Kedves paptestvérem, köszönöm, hogy megfogadtatok engem, köszönöm, hogy eljöttetek vele együtt hálát adni a papság nagy ajándékáért. Kedves kispapok, nektek is külön köszönet jár, hogy elviseltetek engem minden hibámmal és nehézségemmel, és köszönöm, hogy újra meg újra nap mint nap felfogadtatok engem. Köszönöm szépen! Az elmúlt 6 év során
de egész életemben is sok-sok barátot tettem szert, az Isten sok barátot adott nekem. Számomra ők mindig olyan biztos pont, hová visszamehetek, és erőt adnak nekem. Nagyon szépen köszönöm a barátaimnak is. Alapiskolás osztálytársaimnak, azoknak, akik a gimnáziumban velem együtt voltak, és azoknak is, akik az elmúlt 6 év során a szemináriumban támogattak engem, és szerettek. Van egy külön csoport, akinek meg szeretnék köszönni a támogatást és az imát. Ez pedig nem más, mint az a sok-sok család. Nem tudok itt felsorolni azt a sok családot, inkább csak a városokat, hogy hol vannak azok a bázis pontok, azok a családok, amelyek számomra mindig egy meleg kája, ahová visszatérhetek felmelegedni. Galánda, Nagymácsén, Deáki, Győr, Kapuvár, Fertőszent Miklós, Sopron, Kőhida. Mind ezekért a családokért száll az Isten felé a hála szava. Kedves hívek, kedves galántai hívek, nektek is köszönöm mindazt, amit az elmúlt 6 év során kaptam tőletek. Külön köszönöm Ági néninek, Zsuzsi néninek és Kati néninek, akik amikor elkezdtem ismét rendszeresen templomba járni, számomra nagy példaképek lettek. Köszönöm a sok-sok imádságot, és hiszem, hogy ez a felvidéki közösség imádkozott ki engem. A Jóisten fizessen meg nektek ezt. Köszönöm mindazoknak, akik az újmise szervezésében, lefordításában segítettek. A Jóisten áldja meg benneteket az ő áldásával és szeretetével. És végül köszönöm mindenkinek, aki így vagy úgy tett segített, aki így vagy úgy szeretett vagy nem szeretett, hiszen, hogy mindezek az Isten szeretőnek a javukra válnak. A szentmisék után az újmisés áldásokban szeretnék megköszönni az egész itt ünnepközösségnek. Én nem tudok szép ajándékokat most itt mindenkinek adni, de hiszem és hiszük, hogy az Isten áldása minden tőlünk dolgot felülünk. Szeretettel hirdetjük a főtiszteletű atyákat és a kedves testvéreket, hogy a himnuszok elénekelése után az újmisés atya újmisés áldásban részesíti a gyereket. Először szüleit, nagymamáját, majd testvéreit, szentelő püspökét, a koncelebráló atyákat, a papságot, az asszisztenciát és a hívereket. Kérjük a főtiszteletű atyákat, hogy 4-esével, a híveket pedig a családunkért, illetve 8-asával jöjjenek az áldásnak. Az újmisés áldással teljes búcsú nyelhető szokott feltételekben. Kérjük, ha van védőszentjük, az áldás előtt tessék elmondani elnél. Az áldás után a kiárat a két oldal kápolna felől közelíthető meg. A kiáratnál szent képeket osztunk. Az ünnepi vacsora a meghívott vendégek részére a szentmise után 1 órával kezdünk. A templom előtt nagy szeretettel várjuk a kedves híveket egy szerény áldásra. Az Úr legyen veletek! Alázatos lélekkel fogadjátok az Úr áldását. Töltsön el titeket a reménység Istene, a hit teljes örömével és békéjével, hogy reményben és a Szentlélek erejében bővelkedjetek. Amen. Isten, ami irgalmas atyánkkal alapítson és gazdagítson titeket a szeretetben, egymás és mindenki iránt, tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok mindenható atyánk elé, amikor Urunk Jézus Krisztus eljön össze szentjeivel. Amen. Urunk,
aki szeretetből, kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, erősítsen meg szóban és tettben minden jóra. Thank you.
szeretetének tüzét gyújtsd meg szívedben az Isten. Fogadd el, édesanyám, az áldást fiattól, legyen ez nehézséget támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmével titokzatos kincstárából. Teljesítse minden kérésedet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, küldjön neked segítséget szentélyéből, és őrizzen meg téged. Légy áldott minden dolgodban, találj tetszésre Isten szemében. Ő adjon neked hosszú életet, erősítsen meg, hogy hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éld le a földi életet. Mindennapi munkád legyen Istennek tetsző szolgálat, minden jóért, amit másokkal tettél, kapjál százszoros jutalmat, és juss el a boldog örök életre. Adja meg neked az Isten a végső álhatatosság kegyelmét. Új misés papi készfeltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Béke veled! Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogadd el, édesapám, az áldást fiattól, legyen ez nehézségeid támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, küldjön neked segítséget szentélyéből, és őrizzen meg téged. Légy áldott minden dolgodban, találj tetszésre Isten szemében. Ő adjon neked hosszú életet, erősítsen meg, hogy hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éld le a földi életet. Minden